Hát ismételtem. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt vagyunk a Petőfi és a Cseresznye utca kereszteződésében, és hát ez most egy ilyen hosszabb videó lesz. Mégpedig arról, hogy itten annóba terveztek, vagy hát terben volt, hogy ide körforgalmat építenek. Mert, hát igen, eléggé olyan a kereszteződés, hogy indokolt lenne egy körforgalom ideépítése. Aztán ez meg se nem történt meg egyelőre. Úgy néz ki, hogy egyelőre ebből nem lett semmi. Valahol olvastam ezt, hogy lesz, vagy terben volt, hogy lesz itt körforgalom, de azóta se valósult meg, pedig ide nagyon jó lenne, hiszen itt már rengeteg baleset történt. Azt most hagyd ne mondjam, hogy amikor a lámpák működtek, vagy amikor nem működött a lámpa, de itt tényleg nagyon sok baleset volt. Most az, hogy itt vannak lámpák, ez oké, rendben van, hiszen egy kicsit lelassítja a forgalmat. Tényleg nem mennek olyan sokkal az autók. Meg megállnak, meg körülnéznek, meg figyelnek. Itt ezzel nincsen semmi baj, viszont viszont mégis történtek itt már, és nem is egy baleset, hanem pontosan a figyelmetlenség miatt. Tehát sokkal jobb lenne, ha lámpák helyett inkább körforgalom lenne itt, mert akkor még tovább tudná lassítani a bejövő forgalmat. Így is lassítja, nem azt mondom, hogy nem lassítja, sőt, hát persze ilyenkor is jó lenne, ha üzemelne a lámpa, tehát itt, mert most is nagyon nagy a forgalom, hát 5 percenként jön autó, tehát sokkal jobb lenne, ha tényleg körforgalom épülne ide. Tehát, de mondjátok el erről ti is a véleményeteket. Meg majd még egy ilyen projektről szeretnék majd beszámolni, ami nem, hát nem félig megvalósult mondhatjuk, de az se ott, ahol eredetileg ígérték, de ide tényleg kellene egy körforgalom. Hogy ez a lámpás megoldás, nem rossz ez a lámpás megoldás se, tehát mondom még egyszer, nagyon jó, hiszen hétköznap tényleg működik a lámpa, figyelnek is az emberek, de azért volt már itt baleset, tehát azért az ne menjünk el úgy amellett, hogy itt már tényleg volt baleset, és azért tényleg jó lenne ide valami, hát én azt mondom, hogy körforgalom, mert a helye is megvan, hát óriási hely, tehát pont ide való a körforgalom. Közben hát itt kész van a megálló is. Végre. Ennek nagyon örülök, hogy végre innen eltűntek a lezárók, és hát elkészült a megálló is. De hát még egyszer mondom, nagyon jó lenne, ha itten nagyon kellene a körforgalom. Oda nem nagyon kellett volna, ahova most van körforgalom, mert ott az meg lehetett volna máshogy is csinálni. De ide nagyon kellene, mert itten ez nagyon forgalmas út, ez hétköznap is nagyon forgalmas, és most hétvégén is látszik, hogy 5 percenként jönnek az autósok, tehát itt kellene körforgalom, legalább valami lelassítaná a forgalmat. Meg hát szerintem sokkal jobb is lenne az autósok számára, ha itten tényleg körforgalom lenne. Ez csak az én elképzelésem, nem biztos, hogy mindenkinek tetszene, nyilván nem, de hát indokolt lenne, de mondjátok erről ti el a véleményeteket. Én ennyit akarok ezt hozzáfűzni, ez a videó ennyi lett volna. Most szüneteltetni fogom ezt a videót, hiszen átmegyünk egy másik helyre. Egy másik meg nem valósult projektet is el fogok mondani, ami csak részben meg nem valósult projekt, mert megvalósult, csak nem ott, ahova igazán tervezték volna. Vagy hát kialakították volna, mert az van. Úgyhogy most mindjárt onnan is bejelentkezek, utána még fotók lesznek többségében. Úgyhogy egyelőre innen, erről a helyszínről, sziasztok!